Magyar tervező felel Kolumbia ikonikus 17. századi kolostorának megújulásáért. Varó Zoltán belsőépítész kapta meg a kivételes lehetőséget, hogy újra tervezze Kolumbia történelmi múltú luxus hotelének belső világát. Vendégünk a stúdióban Varó Zoltán belsőépítész. Szia. Sziasztok! Mielőtt még fejben Kolumbiába repülnénk, mesélj kicsit nekünk arról, hogy hogy lettél belsőépítész, hiszen azért szerintem kevesen tudják már óvodáskorukban, hogy ezzel szeretnének majd a jövőben foglalkozni. Hát igen, az én esetemben ez elég egyszerű volt. Tényleg sokszor meg szokták kérdezni, hogy mikor döntöttem el, hogy én ezt a szakmát választom, és aztán mindig elmondom, hogy hát igaziból nem én döntöttem, nem én választottam, ő választott engem, mert hogy tényleg már egészen pici gyerekkoromban semmi más nem érdekelt, és igaziból az első emlék, amire emlékszem, ilyen 4 éves koromban történhetett kb., hogy délután, amikor a tipikus délutáni alvásnak kellett volna történnie, akkor én feküdtem az ágyba, úgy csináltam, mintha aludnék, de közben azon gondolkoztam, hogy a mi kis szobakony, 7. kerületi szobakonyhánkat, hogy lehetne a szomszéd lakást hozzányitni, és a mai napig megvan a fejemben az emlék, hogy akkor mit gondoltam, hogy ott milyen étkező lesz, milyen függönyöket kéne odarakni, meg ilyesmi. Szóval, hogy ez így, hát ez így elég egyértelmű szerintem. Hogy... Most pedig már ott tartasz, hogy azért világszerte a legkomolyabb luxus hoteleknek a belső építészeti megoldásait rád bízzák. Mit mondanál te magad, hogyan jellemeznéd a stílusodat, hogyha van ilyen? Igaziból szerintem rám az a legjellemzőbb, hogy nekem van egy nagyon meghatározó stílusom, de ez nem azt jelenti, nem a hagyományosan megfogalmazott stílusokra gondolok itt. Tehát én tényleg nagyon fiatal korom óta azt gondolom, hogy minden ember más, tehát minden ember más fajta környezetben érzi jól magát, tehát nekem az a legfontosabb, hogy megtaláljam azt, hogy nekik, nektek mi a legjobb, és hol éreznétek jól magatokat. És igaziból ez ugyanígy van egy hotel esetében, vagy egy étterem esetében, hiszen ott is ugye meg lehet nagyon határozni azt a fajta vendégkört, akinek ez készül, és ugyanúgy be lehet azonosítani, és nekem azt kell kitalálnom, hogy oda mi a legjobb. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen bonyolultabb. És az elmúlt évek során rengeteg díjat nyertél, viszont ugye az egyik legkiemelkedőbb a Gold Key Award, ami milyen helyet foglal el, akár a szívedben, lelkedben, akár fizikailag az otthonodban, mert szerintem én lehet, hogy kiszúrtam a videódban ott a bejáratnál ezt a díjat. Igaziból a díjakat az irodában tartom, Többek között egyébként egy Petőfi zenei díjat is, amit egy Rúzsa Magdi klipére kaptunk közösen, úgyhogy természetesen a díjak nagyon fontosak, hiszen ugye ez egy óriási visszaigazolás az ember életében, hogy az, amit csinál, az jó és jó úton halad. Úgyhogy a Gold Key Award pedig hát persze a legnagyobb dolog az életemben, hiszen ez az a díj, ami a világon a hospitality businessben, tehát a vendéglátásban ez a legfontosabb díj. Ezt most már, ha jól emlékszem, 51. vagy 52. alkalommal adják át, vagy adták át most novemberben New Yorkban, és hát gyakorlatilag itt ugye a szakmában mind a hoteles, mind pedig a design szakmában mindenki ott van, aki számít, és azért ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen 1000 fős fogadás. Nagyon sokáig a Waldorf Astoria nagy bártelmébe volt, és hát ez nagyjából olyan, mint a Golden Globe, tehát egy ilyen nagy vacsora keretei között adják át. Megmondom őszintén, amikor először ott voltam, eddig 8 jelöltek, és egyszer sikerült is elhozni a díjat, úgyhogy amikor először ott voltam, akkor én is így néztem, hogy úristen, hova kerültünk, de hát szerencsére azóta már többször is visszakerültünk, és sikerült nyerni is. És még itt a adásunk előtt beszélgetünk arról, hogy most is éppen utaztál Tájföldről, de hát nem csak ott van munkát, hanem a Komói tópartán, sőt, ugye ez a kolumbiai meló is most itt kísért. Ezek most hogy állnak? Mit lehet ezekről elmondani, mondjuk előbb akár a Komói tópartán fekvőről? A Komói projekt az is egy fantasztikus dolog, ugye az is egy gyönyörű műemléknek a megújulása. Aki volt Komói tópartján, esetleg Komó városban, akkor ő még láthatta is ezt a hotelt, mert ez egy nagyon ikonikus darab. Ott is van egy ilyen, úgy hívják, hogy funikuláre, olyan, mint nálunk a Budavári sikló, ugye ami Komó város, belváros, ebből fölmegy a hegy tetejére, és ez gyakorlatilag ezt a hotelt a 1900-as évek legelején odaépítették, és ezt a funikulárét pedig azért építették, hogy föl tudjanak menni ebbe a hotelbe. Úgyhogy ez egy nagyon speciális dolog, sőt, ráadásul azt is mesélik az olaszok, hogy az olasz Dolce Vita az gyakorlatilag ehhez a hotelhez, majd megszületése ide köthető, mert tehát az olasz, fantasztikus olasz sztárokon kívül a nagy amerikai sztárok is ide jártak
mulatni és jól érezni magukat az 50-es, 60-as években, de a lényeg igen az, hogy most már nagyon jól állunk, a Covid egy kicsit megnehezítette az életünket, az építkezés, de ha minden jól megy, akkor most áprilisban meg is nyit majd a hotel. És rátérve a kolumbiai hotel belső terére, ott mennyire tudtátok megőrizni a történelmi hangulatát ennek a térnek? Mert azért vannak ilyen hatalmas belmagasságok, amik szerintem jó, könnyen hozzáadnak az atmoszférához. Természetesen, hát ugye ez egy óriási kihívás megint, meg egy elképesztő lehetőség. Szerencsére valahogy engem mindig megtalálnak ezek a régi épületek és a műemlékekben való új megújulás, vagy a műemlékkel való dolgozás, és ez nekem mindig csodálatos érzés, mert ez valahogy ez különösen az én palettámba beleillik, és hát nagyon fontos volt természetesen az, hogy milyen a hogy ez egy kolostor volt, ugye itt gyakorlatilag a történelem minden négyzetcentiméter érezhető, tele van sztorikkal, tele van elképesztő történetekkel, csodálatos híres írókat ikletett meg, szóval itt tényleg minden van. Három fő elemre fúztam fel egyébként az egész dizájnt. Ilyenkor én mindig arra gondolok, hogy egy külföldinek, egy vendégnek, hogyha becsukja a szemét és rágondol arra a helyre, akkor mik azok a fontos dolgok, amiben visszatükrözhetők a helynek a hangulata. Ugye ez Kolumbiában, Cartagenában van, tehát ez a karibi térség, Kolumbia leggazdagabb városa és a leggazdagabb történelemmel megáldott városa, és ugye egy gyönyörű régi városrészben, egy ilyen igazi koloniális városrésznek a közepén van ez a hotel. Úgyhogy az egyik stílus az a természetesen ez a koloniális, klasszikus a régi templomnak és a régi kolostornak a hangulata, tehát szobáink is vannak ilyen típusúak. A másik fontos, nagyon fontos szektor, hogy ott Cartagenának van egy nagyon híres ilyen bohém negyede, ahol a fiatal művészek, gyakorlatilag a street artnak az egyik központi helye, és ezek a gyönyörű régi koloniális épületek tele vannak falfestményekkel. Úgyhogy ezeket is használom, tehát lesznek loft szobáink is, és a harmadik az pedig persze az elképesztő környezet és a trópikus környezet, úgyhogy ezek is benne lesznek a dizájnba. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönjük, hogy beavattál ezekbe a projektekbe minket, és hogy eljöttél hozzá. Köszönjük szépen.